Reggeli Monitor. Hétfőn Budapestre látogatott Erdogan török elnök, aki Orbán Viktorral találkozott. Az eseményről a kommunikációból egyelőre az derül ki, hogy a kettő ország kiemelt stratégiai együttműködést kötött, és ennek az aláírása történt most itt Budapesten. Mit is jelent ez, és mi is volt a találkozó pontos célja, hogyha kicsit konkrétabban meg tudjuk határozni? Ugye a találkozó azért esett most december 18-ára, mert 100 évvel ezelőtt, 1923. december 18-án írt alá a két ország, ugye akkor a frissen létrejött török köztársaság és akkori magyar királyság egy barátsági megállapodást, amely az első diplomáciai szerződése volt a frissen létrehozott török köztársaságnak is, ami egyébként ebből kifejezőleg is most ebben az évben ünnepli a 100 éves évfordulóját. Szóval lényegében ez a mostani találkozó a barátságnak a megünnepléséről, ennek méltó szimbolikájáról szólt, és ennek köszönhető volt az is, hogy a török kormánynak egy jelentős része itt volt, ugye fogadták őket a magyar partnereik, és egy ilyen magas szintű látogatás valósulhatott meg. Ugye ennek a keretében nagyjából 17 megállapodás jött létre, kulturális, oktatási, hadipari együttműködés tekintetében, gazdasági együttműködés tekintetében. Nyilván ez egy régóta előkészítés alatt álló mostani találkozó volt. És azt is fontos hangsúlyozni, hogy ugye a török szóhasználatban jellemzően itt a magyar médiában is megjelenik, meg nemzetköziben, meg főleg ez a találkozó egy felsőszintű stratégiai együttműködési tanácsként jelenik meg, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy közös kormányülés a különböző felek között, tehát magyar miniszterek, török miniszterek, és ennek keretében születnek a megállapodások. Ez immár a hatodik volt. 2013 óta szerveznek ilyen találkozókat, és tekintve, hogy egy 100 éves évfordulót ünnepelnek a felek, és ezt méltón szerették volna interpretálni, ezért a eddigi felső szintű stratégiai együttműködési tanácsüléseket átalakították hivatalosan ilyen továbbfejlesztett, vagy még magasabb szintű stratégiai együttműködési tanácsülésekké, ami tényleg egyik alapvetően csak annyit hivatott megnevezni, vagy állítani, hogy ez tényleg egy nagyon szoros együttműködés lehet a két fél között. 17 ilyen egyezményt említettél. Beszéljünk kicsit arról, hogy ennek a stratégiai együttműködésnek milyen területei lehetnek, mondjuk gazdaságilag, vagy milyenek vannak már eddig. Legyen szó mondjuk hadiparról, közlekedésről, gyógyszeriparról, stb. Igen, a két ország közötti kereskedelemet egyébként ezt említették is a állami vezetők, hogy ebben az évben nagyjából 4 milliárd dollár környékén alakul, és ezt szeretnék egyébként közeljövőben 6 milliárdra, illetve távlatilag 10 milliárdra feltornázni. Ez azt jelenti egyébként, hogy nagyjából a magyar külkereskedelemnek egy durván 1%-a Törökországgal zajlik. Az előző években is nagyjából hasonló számokat kapunk, nyilván a külkereskedelem volumene az folyamatosan növekszik, szóval ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy Törökország egy fontos, de messze nem a legfontosabb partner. Magyarország a legfontosabb kereskedelmi partnerei. Németország, illetve a környező uniós államok, és egyértelműen az unió a gravitációs pont, de Törökország egy olyan piac lehet, ahova érdemes betörni, hiszen eleve 85 millió emberről beszélünk, és alapvetően a magas szintű látogatások is azt sugallják, hogy az alapvetően jó néven veszik a magyar cégeknek a megjelenését a piacon, tehát van egyfajta elvileg egy könnyebbség, nyilván a technikai, bürokratikus akadályok leküzdése az sosem egyszerű. És ezzel együtt egyébként rengeteg török cég jelent meg Magyarországon, különböző iparágakban. Talán amit érdemes megemlíteni az elmúlt években, az a Sisecsam, ilyen üveggyártó, ablaküveggyártó vállalat, Naposváron létesített gyárat, de ezen kívül ugye számos más kisebb nagyobb török vállalat működik az országban, nagyjából 500 vállalatra lehet tenni az ő számukat, és ezzel szemben nagyjából 100 magyar vállalat működik Törökországban. A két országnak a gazdasági fejlettsége az nagyjából hasonló szinten van, nyilván Magyarország előrébb van, de nagyjából a gazdasági szerkezetünk hasonló, ami azt jelenti, hogy inkább versenytársai vagyunk egymásnak, viszont ennek ellenére azért vannak lehetőségek, nyilván Törökország a textiliparban erős, nálunk kifejezetten és a törökök szeretik a jó minőségű magyar mezőgazdasági termékeket, főleg a állattenyésztésből fakadó termékeket, azt tényleg nagy becsben tartják, ezen kívül pedig gépipari termékeket lehet nagy számon eladni. Az elmúlt időszakban kiegészült ez a fajta kereskedelem a hadipari együttműködéssel, és ugye most egy megállapodás is született, hogy majd lesz közös páncélozott járműgyártás. Magyar
Magyarországon, és az folyamatosan napirenden van, vagy lebegtetve, hogy esetleg Magyarország török drónokat is vásárolna. De majd meglátjuk, mi lesz. Nyilván a török drónok vagy dróngyártás az utóbbi években egy hype-ot él át, tényleg jelentős sikereik vannak, és nem csak a hadszinten sikerei a fontosak, hanem alapvetően az is, hogy a török drónok ára az alapvetően beszerezhető kevésbé fejlett országok számára is. Említetted azt, hogy a két ország gazdasági struktúrája viszonylag hasonló, azonban gondolom a magyar gazdasági érdekeket kicsit jobban magunkénak tudjuk, mint a törököket. Törökországnak pontosan mi a célja vagy érdeke ugye ebben a partnerségben? Mit tud nekik nyújtani ez a szorosabb magyar kapcsolat? Hát Magyarország nyilván gazdaságilag az, hogy itt is alapvetően pozitívan állunk a török befektetőkhöz, török kereskedőkhöz, ez önmagában egy nagyon fontos tényező. De ezen túlmenően itt a gazdasági dimenzión, hát nyilván az egy különösen nagy becsben tartandó tényező, hogy Magyarország az Európai Unión belül, azért az elmúlt jó pár évben többször kiállt Törökország mellett, EU-s kritikákat, vagy ilyen elítélő nyilatkozatokat vétózott meg, és még sorolhatnánk, ami igen jól rezonál Ankarában. És tekintve, hogy Magyarország 2018 óta a türk államok szervezetének megfigyelő tagja, ez egyrészt kiegészítette a lehetőséget egy újabb találkozási fórummal, másrészt pedig ez megint egy nagy hír Törökországban. És rendszeresen járok egyébként kis-ázsiai államba, és tényleg azt látom, hogy ha az emberekről beszélek, hogy magyarok, akkor azért az átlag török messze jobban ismeri, vagy többet hall az országról most, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, és alapvetően pozitív megítéléssel esik. A magyar miniszterelnök is, tehát az ő nevét is. Ahhoz képest, hogy egy európai középhatalomról van szó, messze, messze többen ismerik Törökországban, és jellemzően pozitív megítélés alá esik ebben az országban. Tehát ezek a tényezők belpolitikai is hasznosak Erdoğannak, tehát a török államfőnek, hogy eljön és egy baráttal tud úgymond találkozni, másrészt pedig gazdaságilag és politikailag, táblatilag is egy hasznos tényező. A magyarországi látogatás, ugye ennek egy gesztusértékű jelenete volt, hogy a magyar miniszterelnök egy lovat adományozott a török államfőnek, és magyar miniszterelnök pedig egy török elektromos autót kapott. Ugye ebben az a szép, hogy Törökországban az önálló elektromos autóipar az most születőben van, és ez az egyik első termék, amit így akkor nemzetközileg is be lehetett mutatni, hogy igen, mi már erre is képesek vagyunk, idézőesen mondom, megjelenünk egy Európai Uniós ország piacán, és erre büszkék vagyunk, tehát ahogy említettem, Törökország most a 100 éves fennállásának mámorában van, rengeteg ünnepség van, rengeteg emlékezés. Ennek az elmúlt 100 évnek is hát különösen, amióta Erdoğan hatalomban van, tehát az elmúlt 20 évnek a számbavétele, és ebből a szempontból egy nagy eredmény a török hadiparnak a technikai újításai, az új eszközei, másrészt pedig azt, hogy most elmondhatják, hogy egy ilyen nagyon gyorsan fejlődő iparágban, mint az elektromos autó készítés, már Törökország is fel tudott valamit mutatni, és a törökök erre igazán büszkék. Ez egy olyan momentum, ami a török kontextusban is nagyon jól vette ki magát, és összességében azt mondhatjuk, hogy így a két fél nagyon jól tud együttműködni, és még egy dolgot megemlíteni, ami szintén gazdasághoz kapcsolódik. Ugye ez inkább augusztusban volt nagy hír, hogy akkor született egy megállapodás, hogy jövőre Magyarország közel 300 millió köbméter gáz fog vásárolni Törökországból. A mostani találkozó idején is folytak energetikai együttműködések. Itt ezt én egy nagyon fontos gesztusnak tartom, nem a mostani találkozó kapcsán, hanem még augusztus kapcsán, hogy Törökország nem nagyon szokott exportálni, alapvetően egy gázimportőr országról van szó, de ezáltal, hogy egy valamilyen korlátozott mértékben is azért hozzájárul Magyarországnak az energia diversifikációjához, ez egy nagy tényező számunkra is. Még akkor is egyébként, hogyha ez a közel 300 millió köbméter gáz, ez a magyar éves 9 milliárd köbméteres fogyasztáshoz képest igencsak csekély, de az, hogy ez a megállapodás megszületett, és vélhetően majd ez lehetővé teszi, hogy majd újabb kis szülesnek is hosszabb távon Törökország majd hozzájáruljon érdemben Magyarországnak a energia diversifikációjához. Korábban ugye még azt említettük, hogy jelenleg az összkereskedelemünk mindössze 1,3%-át teszi ki a törökökkel való kapcsolat, de az idei évben látható forgatókönyv az, hogy ez már a harmadik magyar-török csúcs találkozó volt, megerősíti azt, hogy ez a viszony szorosabbra fűződhet most valóban hosszú távon? Egyértelmű, tehát a mostani találkozás idején megnyitották a közös kulturális évadunkat, rengeteg megemlékezés, rengeteg program lesz, mind Magyarországon, mind Törökországon belül, de még inkább közelebb hozza a két népet. És hát nyilván azáltal, hogy mondjuk Magyarország jobban benne van Törökországnak a mentális térképén, vagy a török emberek mentális térképére jobban felkerül Magyarország, ez még több lehetőséget jelent. Még többen fognak eljönni Magyarországra, látogatnak majd Budapest, Pécs, Esztergom, Eger, csak néhány várost említsük, amiről a törökök inkább hallnak ugye a történelmi kapcsolatok tekintetében.
és ez egy olyan lehetőség, ami nyilván gazdasági kapcsolatokat fog erősíteni, és a magyar termékek iránti kereslet is növekedhet, de nyilván itt mindig a szűk keresztmetszet az az, hogy a magyar gazdaságnak a szereplői mennyire lesznek ügyesek, hogy ezt a rendkívül kedvező politikai légkört tényleg apró pénzre tudják váltani.